Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Már megint a minden is, ami Stephen King rovattal jelentkezem, úgy tűnik, hogy ez most egy ilyen időszak, amikor többet foglalkozom a kedvenc szerzőmmel. A mai videó apropója is a szeptember 21-i 76. születésnapja, és tudom, hogy nem fog hozzájutni a jó kívánságom, de innen is szeretettel üdvözlöm. Sok boldogságot és jó egészséget kívánok a kedvenc szerzőmnek, és reménykedem benne, hogy a közeljövőben is még sok szuper könyvvel fog minket megörvendeztetni. A születésnapja egyben kiváló alkalom arra, hogy elkezdjem olvasni a legfrissebben magyarul megjelent könyvét, ami a Tündérmese, és ezt 21-én reggel el is kezdtem olvasni. Gyönyörű szép lett a borítója, innen is elismerésemet küldöm a grafikusoknak. A beltartalomról viszont egyelőre nem tudok nyilatkozni, mert csak 48 oldalig jutottam el az olvasásban, ami arra elég, hogy felkeltse a kíváncsiságomat, de még véleményt mondani nem igazán tudok a könyvről. Sietni nem szeretnék vele, minél inkább ki akarom élvezni ezt az új kötetet, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fog beszippantani. Na de ennyit az off-topicról, a videóban ugyanis a kedvenc könyveimet szeretném nektek bemutatni kedvenc szerzőmtől. És kezdjük akkor azzal, hogy melyik is volt az, amelyik elindította nálam ezt az egész őrületet. Ez a Tóparti kísértetek volt, amelyet 2009-ben olvastam, éppen csak kilépve az általános iskolából. Nem emlékszem már, hogy milyen indítatásból vettem le a helyi könyvtár polcáról anno ezt a könyvet, abban viszont szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy ezt akkor nagyon jól tettem. Ez a könyv volt az, ami után még több könyvével szerettem volna megismerkedni. És ami igazából nagyon-nagyon szíven üt ebben a dologban, az az, hogy jelen pillanatban kétszer annyi idős vagyok, mint amikor ezt a könyvet levettem a könyvtár polcáról. És egy kicsit megrendít az időnek a múlása. De ezt tegyük is most félre, és jöjjenek azok a könyvek, amelyek a MOI szerint is hivatalosan kedvenceimként vannak felcímkézve. Ezeknek a sorrendje az én személyes olvasási időrendem, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy az adott könyv mikor jelent meg eredetileg vagy újranyomva. Én ebben a sorrendben jutottam hozzájuk, ebben a sorrendben olvastam őket. És így váltak a kedvenceimmé. Az első ilyen a Halálsoron, ami nekem ebben a csodálatos 6 kötetes kiadásban van meg. 2018-ban olvastam, mert akkor, amikor dolgozni jártam, és emlékszem, hogy a metróra vittem mindig magammal, erre nagyon praktikus volt ez a 6 füzetből álló kiadás, mert mindig az aktuális kis füzetet tudtam magammal vinni, a táskába is befért, és a metrón is nagyon kényelmes volt olvasni, haladni is nagyon jól lehetett vele. Ez abban is megnyilvánul, hogy 6 napig tartott, amíg én ezt a regényt elolvastam, ami nagyjából annak felel meg, hogy egy nap egy kis füzet. Nem csak amiatt szeretem nagyon ezt a regényt, mert John Coffey az egyik olyan karakter, aki nagyon szerethető, az egyik legszerethetőbb, akivel a könyves életem során találkoztam. De nehéz megfogalmazni, hogy ezen kívül mi az még, ami miatt én nagyon szeretem ezt a könyvet. Ezt el kell olvasni ahhoz, hogy az ember ezt igazán megértse. A belőle készült film is egy igazi csoda, és ha a lehetőségem nyílik arra, hogy újra és újra megnézzem, akkor általában ezt meg is szoktam tenni, bármennyire is szomorú és szívszorító az egész. Nagyon szeretem mindkettőt. A következő a Ragyogás, amely dacára annak, hogy az első magyarul megjelent Stephen King könyv, összességében pedig az eredeti megjelenéseket nézve a harmadik, hozzám mégiscsak 2019-ben jutott el, ez volt akkor az évkezdő olvasmányom, és habár úgy tűnik, hogy 10 nap alatt olvastam el, ez valójában nem igaz, mert a második felét egy éjszaka leforgása alatt daráltam le. Nagyon lassan építkezik,
de a közepétől körülbelül felpörögnek az események, és egyre fokozódik a hangulat. Ezért jártam én is úgy, hogy este befeküdtem az ágyba olvasni, és csak pörögtek a lapok, és néhány óra múlva azt vettem észre, hogy elfogyott a könyv. Amikor ránéztem a telefonomra, konstatáltam, hogy hajnali 3:46, majd ezután teljes nyugalommal becsuktam a könyvet, letettem magam mellé, illetve az ágy mellé, majd lefeküdtem aludni. Ezt szerencsére egy olyan napon tettem meg, amikor nem kellett bemennem semmilyen egyetemi előadásra, vagy valamilyen gyakorlatra, mert hétvége volt, úgyhogy ebből a szempontból ez szerencsésen sikerült. Ami miatt ez a könyv engem nagyon megfogott, az az, hogy nagyon-nagyon át tudtam venni Jack Torrance hangulatát, nagyon erősen hatott rám, hogy ő éppen milyen állapotban van, emiatt is pörgettem ennyire a lapokat. Ezt nagyon kevés könyv tudta nálam addig is, és azóta is elérni. Viszont a filmadaptációt nagyon-nagyon nem szerettem belőle. Szerintem az egy nem túl jól sikerült mű. A következő a Végítélet, ami nekem ebben a féltégla kiadásban van meg, és teljes nyugodtsággal mondom azt, hogy nem csak a tartalma miatt súlyos olvasmány, én ezt az olvasáskor lemértem, ez majdnem 1,5 kiló, tehát tényleg nagyon nehéz, és nem volt igazán praktikus olvasni, ezt valamire mindig ki kell támasztani, hogy az ember kényelmesen tudja forgatni. Ez egy posztapokaliptikus társadalom kritika, amiből az én számomra a legfontosabb momentum az az idézet, amelyben arról beszél, hogy ahogy felépül a társadalom, ahogy egyre többen vagyunk az emberiségben, úgy követjük el egyre másra ugyanazokat a hibákat, teljesen mindegy, hogy mi volt a kiinduló pont, ami miatt újra kellett szerveződni. A másik, ami miatt nagyon tetszett még ez a könyv, hogy a szereplők egy spektrumon helyezkednek el a jellemüket tekintve. Ennek az egyik végpontjában Randall Flagg, egy relatíve fiatal fehér férfi áll, a másik pontban pedig Abigail anya, aki egy idős fekete nő. King zsenialitását mutatja az, hogy a fehér fekete, a fekete pedig fehér, az összes többi szereplőt pedig erre a spektrumon valamilyen fajta szürkének helyezte el. A Moyon a zseniális és tökéletes szavakkal illettem ezt a könyvet, amelyet azóta is tartok, illetve megemlíteném még azt a pletykát, ami a pandémia idején röppent fel a könyvről. Ez szerint King megjósolta a végítéletben a pandémia eljövetelét, amelyre ő azzal reagált, hogy ő semmit az ég egyet a világon nem jósolt meg, másfelől pedig az ő szuperinfluenzája egy sokkal veszélyesebb és sokkal fertőzőbb ágens, mint a mi koronavírusunk. Akkoriban még nem lehetett tudni, hogy igaza lesz-e vagy sem, minden esetre a párhuzam nagyon-nagyon érdekes. A következő egy későbbi műve, az Emelkedés, ami 2020-ban jelent meg. Én akkor rögtön a megjelenés után nem sokkal olvastam is. Ez igazából egy kis regény, ami nincs meg 200 oldal, a könyv terjedelme viszont azért nagyobb, mert a soron következő regényből egy részletet is tartalmaz, ezt így szerkesztette meg akkor a kiadó. Mivel ilyen kis rövid, ezt néhány óra leforgása alatt el is olvastam, és azt tudom róla elmondani, amit régebben az irodalom órákon is hallottam, hogy ez egy tipikus kései időskori mű, számomra is az elmúlást szimbolizálta a történet. Ugyan van némi áthallás benne a Sor vagy jel című korábbi regényre, de nagyon hamar kiderült, hogy nem ennek az átírásáról van szó, hanem ez egy teljesen másik történet. Amikor a végére értem, emlékszem, és az értékelésembe is beleírtam annó, hogy egyfajta kongó ürességet éreztem, akkor, amikor becsuktam a könyvet, ami általában akkor szokott velem előfordulni, ha jó könyvet olvasok.
És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a jó könyvekben a lelkem egy darabja benne szokott maradni. Ez a kis történet a fél lelkemet elvitte akkor. És szerintem most nagyon jól tudjátok, hogy mi jön, mert nagyon sok platformon elmondtam már, hogy én a Sötét Torony sorozatot mennyire szeretem, és legszívesebben mind a 8 kötetet most ide is tenném nektek, de ezt mégsem teszem meg, mert a 8 kötetből is van 2, amit ki tudok emelni, mert nagyobb hatással volt rám, mint az összes többi. Mindegyiket 2020-ban olvastam, ez az évem teljes egészében ráment a Sötét Torony sorozat elolvasására, amit egyáltalán nem bánok. Az egyik, amelyiket kiemelném, az a Hármak elhivatása, ami a sorozat második kötete. És ami miatt kiemelem, az az, amilyen éles kontrasztban áll az első kötettel. A harcossal én nagyon sokat szenvedtem az olvasás során, és nem csak azért, mert párhuzamosan oroszul is olvastam, hanem azért, mert rettenetesen untam, és sokszor inkább félretettem, és mást olvastam helyette. Mégis adtam egy esélyt a Hármak elhivatásának, mert nem hittem el, hogy ami sokaknak ennyire jó, és ami ennyire népszerű, és ennyire sokan dicsérik, az tényleg ennyire rossz legyen. Ezért adtam egy esélyt a második kötetnek, és nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyivel pörgősebb volt, mennyire meg tudta szerettetni velem az összes szereplőt. Hát amit csinált velem, az az, hogy berántott a Sötét Torony világába, és el tudta velem hitetni, hogy én igenis fogom szeretni ezt a sorozatot. A másik pedig, amit kiemelnék, az utolsó kötet, ami a Sötét Torony címet viseli. Ezzel is úgy jártam, mint annó a ragyogással, nem akartam addig nyugovóra térni, amíg nem tudom meg, hogy mi a vége, ezért ennek a második felét is egy nap leforgása alatt olvastam el, amivel az akkori egyéni rekordomat is megdöntöttem az egy nap alatt elolvasott oldalak számának tekintetében. Egy érzelmi hullámvasút volt, én állandóan a könnyeimet törölgettem olvasás közben, vagy a nevetéstől, vagy azért, mert annyira meghatódtam egy-egy eseményen. Amikor letettem a könyvet, mert valamiért el kellett hagynom a szobát, azzal a mondattal tettem le, hogy Roland, várj meg, mindjárt jövök, és megyünk tovább. Vele együtt én is nagyon-nagyon el akartam már jutni a toronyhoz, nagyon érdekelt, hogy ha eljutunk oda, akkor ott mi fog ránk várni, ezért faltam az oldalakat. Mindeközben nagyon sokszor elküldtem Stephen Kinget a fenébe, amiatt, ahogy beleírta a saját életét ebbe a regénybe, de ami miatt nagyon-nagyon kapott tőlem, az a vége. Ezt a sorozatot olyan módon sikerült lezárni, amire nagyon sok olvasó azt mondja, hogy így nem lehet, nem szabad egy sorozatot lezárni. Ilyen nincs az ég egyet a világon sehol, és mégis van. És bármennyire is azt mondom, hogy nagyon nem jó a vége, ennél jobbat, akkor sem tudott volna ennek a sorozatnak kitalálni. Miután becsuktam a könyvet, engem 5 percen keresztül csak a sírás rázott, és annyira üresnek és kifacsartnak éreztem magam, hogy biztos voltam benne, hogy ezután sokáig nem fogok tudni semmilyen más könyvhöz nyúlni, és ez valóban így is lett, 2 héten keresztül csak pónovellákat tudtam olvasni, és ezután tudtam egy valamilyen regényt a kezembe venni. Ezzel a sorozattal Stephen King számomra végérvényesen bebizonyította, hogy egy Isten adta zseni, és nagyon sokan, akik a molyon követnek, tudják rólam, hogy én ezt a sorozatot annyira megszerettem, hogy úgy döntöttem, hogy egy tetoválást fogok készítetni Sötét Torony témában. Ez a tavalyi év közepe felé is készült, és azóta is büszkén viselem magamon. Ennyi lett volna tehát a molyon kedvencként felcímkézett könyveknek a listája. Viszont ezt annyira kevésnek találtam, hogy magam sem hittem el, hogy tényleg csak ennyi van. Ezért körbenéztem még a polcomon, hogy esetleg nincs-e
még néhány olyan kötet, amit valami oknál fogva nem jelöltem be, de ugyanúgy feltennék a listára, és azért találtam még néhányat. Ezek közül az első az Állattemető, amely nekem ebben a régi kiadásban van meg. Annó 2011-ben, amikor olvastam, egy újabb kiadással találkoztam, de ez igazából teljesen mindegy. Az volt az első olyan könyv, ami olyan szinten tudott rám lelkileg hatni, hogy tökéletesen együtt tudtam érezni, létezni a főszereplővel. Éreztem a fáradtságát, a lelki, szellemi kimerültségét az olvasás alatt. Ezután, a könyv után csak a ragyogás tudta belőlem ugyanezt kiváltani, egészen pontosan 8 évvel később. Lehet tehát képzelni, hogy milyen hatása volt, és még egy plusz pont neki, hogy macska van benne. A következő ilyen könyv a Dolores, amelyet 2012-ben a gimis éveim vége felé olvastam el. Annyira emlékszem, hogy nagyon megérintett érzelmileg, és nagyon-nagyon megütött. Elég rég olvastam már, ezért tervezem, hogy hamarosan ismételten a kezembe veszem és újra elolvasom. Nagyon-nagyon megérdemelni. Illetve amit érdemes még róla tudni, hogy ez volt az egyik olyan könyv, amit anyukámnak is nyugodt szívvel oda tudtam adni, pedig ő nem kedveli Stephen Kinget, nem az ő műfajában ír, de ez mégis tetszett neki, a másik ilyen pedig a Remény rabjai volt. A következő könyv a Bilincsben, amit kétszer is olvastam, egyszer 2013-ban, egyszer pedig 2016-ban, és mind a kétszer nagyon tetszett, másodszor még jobban is, mint elsőre, és hamarabb is a végére értem. Ez egy kiváló pszichotriller, minden elem benne van, ami egy ilyenhez kell. Nagyon tudom ajánlani, és a belőle készült filmet is, ami nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt jelent meg, szerintem egészen jól sikerült. Fogalmam sincs, hogy ezeket miért nem tettem fel a listára. Ez a Mr. Mercedes sorozat, ami nem horror, hanem krimi, és amivel King bebizonyította számomra, hogy nem csak a horror műfajban képes nagyon jót alkotni, hanem másban is. Ezeket 2019-ben olvastam, rögtön egymás után. A harmadik kötetet, az Agykontrollt pedig azóta is emlegetem. Kevés olyan könyv van, ami nekem álmatlan vagy kellemetlen éjszakát tudott okozni, az Agykontroll ilyen volt. Az elalvás előtt olvasottak, és az álmaim nagyon szépen összekeveredtek, és reggel meg kellett néznem, hogy mi volt az, amit ebből a nagy katyvaszból ténylegesen olvastam, és mi az, amit én tettem hozzá álmomban. Brady Hartsfield tehát nagyon szépen belépett az elmémbe. Mind a hármat nagyon szerettem. Aki a horrorral nincs annyira jó barátságban, de valamiért Stephen Kinget szeretné kipróbálni, ajánlom mind az előbb említett Dolores-t és Bilincsbent is, de ezt a három kötetet is mindenképpen. Végezetül az idén évelején olvasott két rózt szeretném hozni. Amikor ezt olvastam az évelején, akkor egy nagyon nehéz időszakomon mentem keresztül, és ennek a könyvnek az olvasása is nagyon sok mindent hozott fel bennem. Nagyon sok párhuzamot találtam az itt leírtak és a saját régebbi életem között. A felhozott emlékek nagyon súlyosak voltak, és nem tudom szebben mondani, fetrengtem tőle a fájdalomtól. És nagyon sokszor történt meg az, hogy be kellett csuknom és félre kellett tennem, hogy jól kis írjam magam, mielőtt folytatom. Ennek ellenére azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó időszakban talált meg, bármennyire is nehéz volt, és nagyon sokat segített nekem abban, hogy túllépjek a régi, máshonnan hozott dolgaimon.
Ezek lettek volna tehát a kedvenc könyveim a kedvenc írómtól. Írjátok meg kommentben, hogy melyek azok, amelyek számotokra is kedvencek voltak, vagy ha ezek közül egyik sem, akkor azt írjátok meg, hogy melyek voltak a ti kedvenceitek. Én reménykedem abban, hogy az életműből fennmaradó, még 8 nem olvasott könyvből is tudok kedvencet avatni, illetve hogy a soron következő megjelenésekből ugyanúgy fogok majd tudni kedvencet választani, akár bejelölve, akár nem. Meglátjuk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. A következő videó már a havi zárás lesz, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!